terribile. És a sárgán fogunk haladni. Itt a csapat 10. Hányan vagyok? 11? 2? 12. 12. Margit vonal. Nem tudom, nem ismerős. Margit vonal? A Maginó vonal. Neki borókás rész ezért. Kivágó őrse vagy.
Itt vagyunk a mosóháznál. Ugye ez belülről a mosóház. Egy forrás táplálja. És ott van a kifolyás. Kakok! És közben szól a kakok. Teodóra, tanösvény. És akkor átkelés a Kavály folyó felé. Az utcéren egy döglött madár. És az volt a szerencséje, hogy ugye a kisebbik az Andi, és ilyen Vikiéknél lett volna Léna, meg... Víz, az nincs benne. Teljesen be van algásodó. Sok maradt ebből a kornyitóból. Ez most egy nem döglött madár, és erre mutatja, hogy erre haladja. Na búcsú a kornyit tónak nevezett kicsi pocsajától. Ott az szembe a hegyestű. Megnézzük az úgynevezett kőtengert. Biztos, ez is a Teodóra társaságé, mi? Ja. Nos,
lassan az egész Káli medence az örök élet. Az a templom torony az a Szent Békálláé, de nem vagyok már 100%. Hát ez egyszerűen nem kaptunk levegőt. Olyan csodát láttunk, ugye akkor még kanyargott a patak. Igen, de akkor még nem volt ám az bekerítve, meg kiépítve, meg semmi. Az még akkor teljesen csak a turistáké volt, meg a hegylakóké, akik a szőlőt tettek. Ja. Úgyhogy nagyon jó volt. És ez... Ez most... Jártában, kertében, a gyöngy, vagy a medvehagyma, az nagyon jó lett ez a látod, mert ahol a két templom így egymás mellett van, az kővágó ős. Monika. És a kilátó felé megyünk, ami a révfülő felett van. Gyere, Monika! Nézd, de milyen aranyos! Gyere! Na, gyere szépen! Neked beállt rendesen. Ha, meggondoltam, hogy visszamegy. Na, hát gyere! Csinálja a köröket nekünk. És akkor utolsó szakasz, belehúzzuk. Lefülött kilátó, ha jól emlékszem. Igen. Ja, utolsó nekifutás. Igen, most már itt a kilátó. Kis pihegés. És utána megvásszuk a kínálatot.
hát belóg egy kettő nem szállt. Már nincs messze a révfüle. A Fülöp kilátó. Mi meg Rév Fülöpben vagyunk, a vonatra várunk. És meg is jött a vonatunk. És itt a túra vége.